I think I've had a lot, yeah. I can't back it up from late in the apparently I think it's coming on TV. És ő jó építéses lett volna, tehát ő tényleg konkrét műszaki ember, tehát minden filmben, minden fegyvert beazonosít, minden autót, és ide is érdekelte. Tehát, hogy aztán a népáncélosok ugye milyen kalandokba keveredik, miután tudja, hogy D-32-es, az semmit nem is érdekel soha senkit. És hát gyakorlatilag anyámat ő lehetek elkezdte ezzel, hogy a legromantikusabb filmet, tehát az elfújt a szélre, és a kombány a bérnek, hogy mennek hátul. Na most, de olyan szintű műszaki ember, hogy hát a múltkor történt az, hogy Szegedről a Szentesre kellett volna szállítani egy gáztűzhelyt, a nagyon régi a Dacia TL típusú gépjárművel, ami hát egy fejlesztési zsákutca volt a román mérnök életében. Tehát csak nekünk van ilyen az országban, és hát még nem öt sebességes, mint a TLX, de már a felni olyan, tehát végül is megérte ezzel foglalkozni. És minden normális ember leutazik Szegedre, és ott rájön, hogy nem fér be a gáztűzhely. Apám viszont lekérdezte telefonon a méreteket, és kartonból egy az egyben megmaxolta. De úgy, hogy a gombokat is, meg a fogóját, meg a plastikát, az is beakadhat. És látni kell, hogy apám én bolyog szentesen a garázsban, egy az egyes gáztűzhelyen. Nem tudta berakni, nem utazott le. Tehát ez a viszont értelmiség, hogy azt a benzint megspóroltak. Na most, hát följöttek a diplomaosztomra, gyakorlatilag hát Kézgasalát Budapesten, tehát a teljes tégolya szemükben, de boldogság, tehát anyám 30 év után újra orgazmus közeli állapotba került, és hát följöttek gyakorlatilag, mint egy szentélyben léptek be az egyetem aulájába, és hát össze-vissza fényképezkedés, és kint egy közös csoportkép a Műszaki Egyetem előtt, tehát hogy látszom, hogy ezt mindenki megértett tényleg, tehát hogy az unokák is tudják, hogy tényleg mindenki életben volt, mint az apa megszerette. Na most, hát átmentem anyám, gyakorlatilag olyan boldog, mint csak a NATO-tuban volt. Utána bátyám a minden színű nyakkendőjében, amivel már az esküvőn és mindenki vele akart fényképezkedni. És más oldalon meg apám, és így néztünk a Duna felé, én próbáltam így a jövőben ezt tekinteni, és apám azt mondta, ott egy tolóhúzás. Én ezt fogta meg az egész ötletet. Lejött, meg sem látott egy tolóhúzás, de az egész neki épp elég volt, úgyhogy hát most boldog.